Magyarországon a koronavírus járvány ellenére nincs áruhiány, és ez a következő hónapokban is így lesz, fejtette ki Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Az elmúlt hetekben egyes boltokban lehetett látni üres polcokat, de ez csak azért volt, mert sokan bespájzoltak, a szokásos mennyiség sokszorosát vásárolták meg, de a fuvarozók, kereskedők megfeszített munkájának köszönhetően sikerült pótolni ezt az árumennyiséget. Ebben a szektorban az ellátás biztonsága érdekében egyszerűsödtek bizonyos rendelkezések, így például a házhoz szállítás és a foglalkoztatás az új munkaerő felvételének szabályai, mondta az államtitkár. A kijárási korlátozással összhangban módosulnak a helyközi közlekedési menetrendek. A helyközi közszolgáltatók hétköznap a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi közlekedési rend lesz életben. Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy csak akkor használja a közösségi közlekedést, amikor feltétlenül szükséges, például munkába járáshoz. Az egészségügyi dolgozók ingyen utazhatnak a helyközi közösségi közlekedésben, a MÁV, a GSF és a Volán járatain. A kormány arra kéri a polgármestereket, hogy a helyi közlekedésben is biztosítsanak hasonló kedvezményeket, tette hozzá.